Hát akkor itt van vagyunk a döntőben. TVT-t láthatunk elsőként GSR Crevasse pályán. Bal felsőben lilában. NFC in purple. T és bal alsóban narancssárgával. Csapattársa Breach, szintén T. Kíváncsi vagyok, hogy a production fül az mennyire fogja fog tükörben működni, hogy ugyanazt csinálják-e. Hát, Az szokott érdekes lenni ilyen mirror dolgokban, hogyha ugyanazt csinálják, és akkor ilyen 10 másodperces különbségek vannak. Hát 10 az nem, az sok, de mondjuk 1-2. Sok? Ja, akkor... 10 azért az sok, az nem hát hiszem, úgy értem, hogy úgy értettem, hogy az 1-2-nek nincs nagy hatása a játékra, de a 10-nek az már van. Tehát az már észre lehet venni. Az szinteli különbség. Tehát most Breach-nek 2 másodperccel hamarabb jön a dipója. Nem nagy különbség, de ennél nagyobb nem szokott lenni. De figyelj, ez a 2 másodperc ennyien csak nőni fog. Ezért mondtam én 10-et. Ez soha nem lesz kevesebb. Hát ha csak nem más buildre mennek természetesen, mint ahogy már láthatjuk is a... hogy elágaznak. Purple korai scouttól. Scoutot küld. Breach még ki nem lépett ki a bázisába. Most ment le a barak Purple-nak. Ez... Heli onnan átgurul ezen a nagy pályán? Elképzelhető? Hát csak a rámpa elég szűk, és nem hiszem, hogy a köveket leégeti. Mondjuk ezek csak 1000 életes kövek, nem 2000, mint máshol vannak. Akár ezen a pályán belül. Breach 150-170-en ül most már. Csak nem egy extra gyűjt, nem, valamire most elköltött. Ja! And Orbital. Orbital. Pedig egy One Rex expansion az milyen jó lett volna. Ide bentre szépen, ahol védett. Még lehet. Breach most halad a jobb felsőbe, ha jól látom. Igen. Igen, nem crossba megy. És jön a factory. Meg a reaktor, úgyhogy pedig ő fel akarod gurulni szépen itt a rámpán. De hát fal híján... Ufus, Reaper jön Breach-től. Hát... az lett volna a másik tippem, hiszen... itt azért át lehet ugrálgatni, igaz, hogy... nagyon körbe kell menni, ha azt veszik. Nem. Ugrálgatásról eléggé. De hát nézd meg, hát... ugyanazon az úton jön gyakorlatilag, mint a Hellion, csak sokkal lassabb. Nem, Hellion az középen fel kell menni, a Reaper itt lejjebb felugrik. És pont ki kell elkepni. Hát nem hiszem, hogy... viszont később jön. és kevesebb kárt tesz. Mindegy, kiderül barakkal... elindul szétnézni Purple. Mert jön később, a Reaper már elindult. Úgyhogy lehet, hogy egy ilyen... factories... stopot... ja nem, falnak ment. Azt hittem szétnéz a barakkal. Az lett volna érdekes, hogy le is mond egyből róla, és már jön egy scan breach-től. Mert hogy utoljára ér oda, és nagy pálya, és nagyon későn ér oda, úgyhogy... itt most láthatjuk a... Hellion Reaper. Tehát... vissza is fordulnak a Hellionok, érdekes. Talán azért, mert Marauder-tól tart, hogyha már van Tech Lab. Elközelhető, viszont Breach-re jön a Blue Flame. Purple meg a medivekkel fog minket szórakoztatni. Lehet bejön neki a csaj, aki vezeti. Viszont itt ott ugrál fel a Reaper valahol csak akar, úgyhogy... a falnak nem sok értelme van, viszont a Blue Flame miatt... hát de mondjuk a medivek az teljesen negálja, és akkor itt jön a... Drop Purple-tól. Ezt követni fogjuk. A Reaper még de itt van egy szupli. Breach-től, ha az északi igen. Mondtam, hogy ez nagyon szépen van elhelyezve. Ez így le is bukott. Reagál is rá a Breach. És SCV-ket is lehozott, érdekes.
Nem nagyon van elég cucc ahhoz, hogy itt ön elveszíti-e. Nem. Viszont Purple-től jön egy belső is. Hát az viszont viking jön Breach-től, úgyhogy... És letette és ott hagyja. Ez de érdekes. Megnézzük, hogy milyen kárt tud okozni. Itt átrohant. És bement a mainbe szépen, de... Aha, és most már megérkezett a Blue Flame, úgyhogy... Úgyhogy itt... Eljött még. Három, igen, de hát a Blue Flame-mel szemben a rövidebbet fogják húzni itt. El is mentek egy munkást töltek Purple meg. Purple helyenjai, és jön a viking, és még... Cloakingot is vesz Purple, úgyhogy... Ez lehet, hogy kidobott pénz lesz az ablakon. Mert azok a bensik nem fognak tudni semmit se csinálni. Vagy egy előre. Hogy állunk? Kim van egy, és jön még egy. Igen. Nem, de jön még egy, igen. Hát itt szétnéz. Itt az XP-nél, de rövid életű lesz ez a bensi. Itt Breach dropja megállt itt a mélység közepén, és most ő fog valamit bepróbálkozni. Érdekes, hogy az épületek lefele épülnek, vagy hogy mondjam. Tehát lehet, hogy jobban járna, ha mondjuk körbe menne jobbról. Több idő, viszont... És a Helionok szépen itt szét vannak szórva, hogy talán minimalizálják a területi sebzés, de nagyon sokat. Nézzük, hogy 6850. És meglóg a bensi. És megy a barak scout. De jön be a másik. Itt köröz az XP-nél. Van-e scanre való? Nincs. Nincs, előbb szkenelt egyet a másikra. Aha. Hát akkor ez itt el lesz egy darabig. Még 28 energiája van. A barak az itt szétnéz Purple-nél. Nál. És jön a CC. Kicsit késve. Talán Breach-hez képest, de... Hát de Breach hát, amennyi, is így tehát 10 dolgozót már leölt ez. És 18 az bejöttek egyhez. A Helionok is. Aha. Érdekes. Hát ez így. Hát a Banshee ellen nem nagyon van. A Cloak Banshee ellen nem hát volt. Igen, úgy értem, hogy... Mondjuk megvan számlálva az ideje, amíg hasznos, 30 energia, de nézzünk ki bevételt, hát igen, 27-0. Nem maradt hála dolgozója Breach-nek? Nem. Hát bejöttek a Helionok. Ja, de nem vettem észre, hogy mindent megölték. Hát most ez így... Egy... durva. Amúgy szerinted mennyire van annak szerepe, hogy... testvérek is gondolom eszméletlenül sokat játszanak egymással, illetve játszottak már. Miért vagyunk mi még mindig játékban? Azt nem tudom, Bridge kilépett. Nem is ezt írta ki. Igen, de és akkor... mindegy, addig átírom a... Purple-nak egy pontot adunk. A kijelzőben. Itt most nem értem, hogy mi történik. Te érted? Nem. Kilépjünk azért, vagy? Nem tudom, Purple észrevette, hogy Breach kilépett. Az, hogy nem is tudunk írni. Mert ő amúgy nagy jó a gyárt még. Én mondjuk protokollból nem fogok kilépni. Szerintem nem vette észre. Most. És mi még mindig benne vagyunk, akkor mi... Hogy voltunk itt? Mert ez valószínűleg... ja, meg cloaked, igen, cloaked, hogy ne lehessen látni, hogy ki nyert, persze, hülye vagyok. Most egy cloaked. Az az, hogy nem lehet spoilozni egy meccs kimenetelét, mert sokan spoilerezték. Hogyan? Hát ilyen GSL meg ilyen meccseket, és akkor megcsinálták ezt a pályát, és így a Spectator lép ki utoljára, és így nem látni, hogy ki nyert. És így match history-ból nem tudják kinézni. Jaj, a match history-ból értem. Ennek van értelme. Értem.